A karmocsi állatmenhelyen a kennelek soha nem üresek, ide kerülnek pár hét után a keszthelyi ebrendészeti telepről is a kutyák. Sok a menhely lakó, jelenleg 60 kutya, köztük több kölyök is vár szerető gazdára. Annak ellenére, hogy Magyarországon a kutyák azonosító csippel való ellátását követően csökkent a kóborkutyák száma, még mindig sok állatot fognak be a gyepmesterek. Áprilisban zárult az a felmérés, amelyben online kérdői formájában indult állatvédelmi társadalmi párbeszéd az állatok jólétének növelése és a felelős állattartás kérdésében, és egyben elindult egy támogatott ivartalanítási program is. Először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett az online konzultációmban, hiszen több mint 262 000 ember mondta el a véleményét. Ebből is látszik az, hogy milyen fontos téma az állatvédelem. 13 fontos kérdést kérdeztünk meg, 13 olyan kérdést, amely ma az állatvédelmet érdekli, és fontos lehet. Ugye kitűztünk egy nagy célt magunk előtt. A célunk nem más, mint hogy 5 éven belül Európa élmezőnyébe tartozunk állatvédelem tekintetében is. És a konzultáció igazából egy iránytű lett nekünk, amely megmutatja azt, hogy milyen irányba kell vinnünk az állatvédelmet. És természetesen ennek az eredménye látszódik majd a Nemzeti Állatvédelmi Programban. A lakosság véleményét értékelve a kormány az állatvédelem kérdését érintve elsőként a szaporulat csökkentése érdekében lépett. Ha az ivartalanítást nézzük, akkor a felelős állattartásba beletartozik az ivartalanítás is, és erre is rákérdeztünk az online konzultációba, ahol a válaszadók elsőprő többsége azt mondta, hogy nagyon fontos ma egy államilag támogatott ivartalanítási program, és ezért is örülök annak, hogy a Magyar falu program keretén belül 5000 fős alatti települések tudnak erre most pályázni, és egy 500 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre, amin keresztül 14 000 kutyát vagy macskát tudunk ivartalanítani. 2020-ban több mint 17 000 kutya került menhelyi gondozásba. A magyarországi kutyapopuláció kézben tartásának egyik legmegfelelőbb eszköze az ivartalanítás. Csak ezzel lehet csökkenteni a kóborebek számát. Elég nagy gond az ivartalanítás hiánya Magyarországon. Az, hogy most ezt pénzzel támogatják, persze ez nagyon jó, de elsősorban először az emberek fejében kell rendet rakni, mert az igazság, hogy még mindig tévhitek uralkodnak erről. Hát azon kívül, hogy a kutyának az egészsége miatt is fontos az ivartalanítás, főleg a szukakutyáknál, azért idősebb korban már mindenféle rákos betegségek előjönnek, hogyha nincsenek ivartalanítva, és ez tényleg az ivartalanítás után ez megszűnnek ezek a problémák, de nagyon-nagyon sok a túlszaporulat a kutyáknál. Sajnos nem ritka eset, amikor több anyakutya is bekerül egyetlen nap alatt a menhelyre. Az emberek gyakran megválnak kutyájuktól, amikor vemhesek, mondta Kalmár Gábor, aki bízik abban, hogy ha nem is teljes egészében, de részben megoldást nyújt a szaporulat csökkentésére, az önkormányzatok által ivartalanításra igényelhető 1,5 millió forintos összeg. A pályázat kiírását követően lehet benyújtani az igényléseket július 18-áig.